Az ukránok 54%-a a 2,5 évnyi teljes körű orosz agresszió után úgy gondolja, hogy Ukrajna egy még hosszabb háborút is képes lesz túlélni. Derült ki a Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány és a Razumkov Központ frissen végzett felméréséből. A kutatás eredményei szerint a megkérdezett ukránok 28%-a nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna képes lesz kibírni egy hosszabb távú háborút. További 18%-uk pedig nem tudott egyértelmű választ adni erre a kérdésre. Az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatások időtartamát illetően az ukrán társadalomban a vélemények egyértelműen megoszlanak. A válaszadók 40%-a gondolja úgy, hogy a nyugat nem fogja sokáig támogatni Ukrajnát, míg 39,5%-a szerint a támogatás folytatódni fog. A társadalomnak nincs világos elképzelése arról, hogy Ukrajna politikai és katonai vezetése hogyan járjon el abban az esetben, ha a nyugati országok katonai segélyei csökkennek vagy leállnak. Tehát valamivel több mint egyharmad úgy gondolja, hogy akkor az ukrán hatóságoknak tárgyalásokat kell kezdeniük Oroszországgal a háború befejezéséről. 23,5%-a befagyasztaná a konfliktust, de nem tenne engedményeket Oroszországnak, míg 21% hajlik arra a véleményre, hogy az ukrán vezetésnek folytatnia kell a háborút mindentől függetlenül, még akkor is, ha a nyugati segélyeket csökkentik vagy leállítják. A nagy veszteségeket, amelyeket Ukrajna már elszenvedett ebben a háborúban, a relatív többség, 45%, inkább okként tekint arra, hogy ne egyezzen bele egy olyan békébe, amely nem felel meg Ukrajna szükségleteinek és követelményeinek. A megkérdezettek 32%-a számára ezek a veszteségek és a még több ember elvesztésének esélye a tárgyalások megkezdése és a háború befejezése mellett szól. A Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány és a Razumkov Központ felmérését 2024. augusztus 8-a és 15-e között végezték 2017 válaszadó bevonásával.